Sziasztok! Most szálltam le Aquincumnál, mert bár a nyugatiig akartam menni, de aztán rájöttem, hogy nekem nincs kedvem a városhoz. Nem akarom megint látni a villamost, meg a nagy tömeget. És ezért... Köszi! Sziasztok! És ezért itt egy gyors levezető séta lesz az alacsony paddós fonódó villamosig. És ez egyébként egy nagyon szép dűlőn. Egy kaszás dűlőn vagyunk. Itt van egy vonatsín, ahol már nem közlekedik a vonat. Ez egy ilyen ipari vágány lehetett, vagy itt a hív kanyarodott rá a vasútra, nem tudom pontosan. De itt már nem közlekedik semmi. Itt megy a hív. Csak nem akartam hívvel menni, mert a hív nagyon, nagyon magas, és nem bírtam volna felemelni a rolleremet. Tehát gyalogolni még mindig könnyebb, mint hívezni. És olyan gyönyörű természeti környezet van itt. Olyan, mint hogyha kin lennénk valahol az Isten háta mögött. Csodálatos. És itt ilyen hatalmas nagy növények vannak. Nagyon szép minden. Hú. Látszik, hogy most volt eső, és ez tök jó. Sokszor volt az, hogy amikor jöttem haza Dorogról, akkor itt Aquincumnál tettem egy sétát Kaszásdűlőig, és Kaszásdűlőnél átmentem a Bécsi út, Vörösvári út végállomásig, ott az óbudai focipályák mögött, és ez egy nagyon kellemes kis levezető séta. De jó ez a bokor. Onnan jöttem. Csodálatos hely ez az Óbuda. Fantasztikus. És itt lekaszálták a füvet, vagy lenyírták. De szép ez. Vannak ilyen nagy kórók, de jó. Ott a híres nagy óbudai kémény. Itt ilyen földút van, ami nem a legkényelmesebb rollerrel. Ilyenkor tolni kell a rollert. A vonaton olyan kellemetlen élmény. Szálltam fel a vonatra, ebben a rollerrel, meg a cuccokkal, amik rajta lógnak, a hátizsák, meg ez a kis trantáska. És ugye ott volt rögtön egy négyes hely a bicikli felszálló mellett, és a négyes helyen ült egy férfi. És egy férfi meg előttem szállt fel, és lepakolta a cuccát az egyik székre, én meg a telefonomat oda dobtam a másik székre, mert oda szerettem volna ülni. És akkor erre a fickó ilyen nyafogós hangon egy rám förmet, hogy azt a barátnőmnek foglaltam. És én meg ilyen hát, tanácstalanul néztem, mert közben mögöttem jöttek az emberek, és várták, hogy a rolleremet helyre rakjam, és igazából nem volt nekem energiám arra, hogy egy férfival arról beszélgessek, hogy most a négyből a két szabad hely melyikére ülhetek le, tehát így ne hülyéskedjünk már. Nagyon fáradt voltam, és úgy gondoltam, hogy a barátnője mellé is ülhet. Tehát, hogyha én már oda fogok leülni, ahova letettem a telefonomat, akkor engem ne akarjon onnan elküldeni. És egy kicsit érezte is, hogy itt neki vissza kéne venni magából, de akkor egyszer csak megjelent a barátnő mögöttem, és ilyen teátrálisan szenvedve jelezte, hogy zavarja a rollerem.
És akkor kértem, hogy türelem, mert nem tudtam hirtelen mindent elpakolni, meg beparkolni, meg beilleszteni. Tehát azért nem könnyű, mikor az ember egyedül megy, és mindent kell észben tartani, meg rendezni. És akkor ott türelmetlenkedett. És amikor a fickó meglátta, hogy jött a nő, akkor így fölbátorodott, és tovább morgott rám, hogy én miért akarok oda leülni. És akkor mondtam neki, hogy hát ott van maga mellett is egy hely. A végén oda leültek ketten, de még mindig morogtak. És egy idő után, tehát én már beparkoltam a rollerem, levettem róla a táskám, de mivel még mindig morogtak, úgy éreztem, hogy inkább nem ülök le abban a négyesbe, pedig elfértünk volna, de egy ilyen morgós társasággal én nem akarok együtt ülni. És mondtam nekik, hogy további kellemes morgást, és eljöttem. Mert én azt gondolom, hogy teljesen felesleges még tovább morogni, hogyha van négy hely, és abból három szabad hely van, és mi hárman vagyunk, és miért nem tudta az a fickó elfogadni, hogyha én letettem a telefonomat előtte, akkor hát az most már akkor maximum szépen megkérhet, hogy figyelj, Léci, a barátnőm elszédül, hogyha háttal ül a menetiránynak. Tehát azért meg lehet ezt beszélni normálisan. Nem ilyen óvodás módon kell hisztizni, hogy ő kinek mit foglalt. Nincsenek a vonaton foglalt helyek, ez nem egy helyjegyes járat. Itt a gyorsaság döntött, és én voltam gyorsabb. És így elgondolkoztam rajta, pláne amikor már ott a nő adta a fickó alá tehát így bátorította valahogy, hogy morogjon tovább, pedig simán le lehetett volna nyugodni. És akkor elgondolkoztam rajta, hogy tulajdonképpen ilyen pár uralom van. Tehát, hogyha valaki párban van, egy hapsi meg egy nő, akkor azok azt hiszik, hogy ilyen előjogaik vannak. Tehát ők egymásnak foglalhatnak helyeket, megkaphatnak mást, amit az, aki egyedül van, nem. És ez szerintem egy kicsit ilyen disznóság, mert nehogy már velem izmozzon egy ilyen helyen. Úristen, de szép lepke! Na, elrepült. Itt volt a fán. Egy nagyon szép lepke. Most egy ilyen részen megyek, mindjárt kijutok a kaszásdűlői lakótelepre, és mondom, hogy így elgondolkoztam rajta, hogy ez milyen visszataszító, mert nekem nem kellene egy olyan fószer, aki így akkor érzi magát valakinek, hogyha egy egyedül utazó, megpakolt rolleres nővel nem előzékeny. De oké, nem is kell előzékenynek lenni, csak normálisnak, korrektnek. Tehát, hogyha én leteszem a telefonom arra a helyre, akkor dolgozza fel, hogy én oda le fogom tenni a fenekem, és a barátnője mellé fog ülni. És hogyha ez nem tetszik, akkor át lehet menni egyébként más helyekre. A vonaton még rengeteg hely volt, ő nekik nem volt nehéz csomagjuk, tehát nekem volt podgyászom, és nem engem kell elzavarni onnan. Ők megtehették volna, hogyha nekik nem tetszik, hogy más is ott ül, akkor hát nem tudom, akkor béreljenek ki egy komplett vonatot. Tehát nagyon furcsa sok ember, amikor így jár valakivel, akkor mint hogyha így azt hinné, hogy ettől ő valami übermensch, vagy mégis mit gondol? Nem tudom, de amikor így mondják emberek, hogy miért van a Pride, hogy mert a heterók se csinálnak ilyen felvonulást, de igazából a heterók a felvonulásokat úgy csinálják, hogy mennek párban, és mindent követelnek maguknak, csak azért, mert ők párban vannak. És nekik ilyen előjogaik vannak, hogy leülhetnek egy négyes helyre, és megszabhatják az egyedülállónak, hogy melyik helyet kapja meg, még akkor is, hogyha előbb volt ott. És egyáltalán, tehát azt ne hülyéskedjünk már, hogy mindenki csinálja a négy fal közt, akkor a heterók is csinálják a négy fal közt, amúgy az ilyen komplexusos fickók, meg a nőik,
nem foglaljanak egymásnak helyeket, hanem csinálják a négy fal közt nem tudom mit. Egyébként tényleg nem tudom ezt értelmezni, hogy miért egy ilyen korombeli fickót mi visz rá, hogy mint egy ilyen, nem is tudom, mint egy ilyen paradicsom madár, aki fészket épít a nősténynek, úgy foglalja a helyet a vonaton. Mert a nő önállóan nem tud leülni, vagy nem tud önállóan döntést hozni, hogy ő hova üljön. Tehát én nem tudnék egy ilyen szituációban mit kezdeni, pláne hogyha látnám, hogy a pasi elzavar valaki mást, vagy úgy viselkedik, hogy ez az illető távozzon. Tehát tulajdonképpen ők nem zavartak el, hanem úgy viselkedtek, hogy egyáltalán nem volt kedvem ott ülni velük. És mindent megtettek ezért. És nem tudom, az ilyen emberek így... Hát nem tudom, biztos egyébként problémáik vannak. Különben nem csinálták volna ezt. Különben tök normálisan el tudták volna viselni, hogy én ott ülök. És akkor átmentem egy másik négyes helyre, ahol ült két fiú, hát ilyen 20 éves, kora 30 éves srác, ketten voltak, és az égvilágon semmi bajuk nem volt a rolleremmel. Érdekes. Érdekes, tényleg. Szóval rájöttem, hogy nem én voltam a seggfej, hanem tényleg ezek az emberek, nem tudom mit gondolnak néha, mikor így helyeket foglalnak, és nyávogva közlik, hogy azt ő foglalta a barátnőjének. Jaj! Nevetséges, komolyan. Na ja, itt egy tök jó kis lakótelep. Nagyon kellemes retro hangulat. Ó, itt egy fekvő rendőr. Ajaj. Nagyon szóval kalandos volt a vonatutazásom. Így átültem a másik négyesbe, és azon gondolkoztam, hogy ezek lehet, hogy mindenkire morognak, és így kb. Arról szól náluk a kommunikáció, hogy morogva elűzünk valakit, aztán morgunk tovább, aztán egymásra is morgunk, aztán lehet, hogy egyébként örültek nekem, mert végre nem egymásra kellett morogni, hanem rám. Nem tudom. De nagyon furcsa érzés volt. Tehát én most már nagyon tanultam abból, hogyha látom, hogy egy pasas nem korrekt a nőkkel, akár az anyjával, akár random nőkkel, akkor abban én nem fogok már bízni. Tehát én egy pillanatig nem bíznék egy olyan férfiban, aki egy ilyen vonatos, helyfoglalós szituációban egy tényleg teljesen ártalmatlan rolleres nőcit így elzavar. Vagy nem is tudom, ő nem zavart el engem, csak morgott, de nem morogjon. Tehát aki egy ilyen szituációban morog, abban én nem bíznék egy pillanatig se. Na, megérkeztem ide Kaszásdűlő központjába, és van valami kordonos lezárás itt a közepén. Nem lehet átmenni. Ja, itt valami... Nem is tudom, mit építenek. Hát lehet, hogy valami árnyékoló berendezést, vagy nem tudom, milyen nagy csöveket raktak föl. Ez valami modern megoldás árnyékolásra. Nem tudom. Az az igazság, elég fáradt vagyok, és amikor ilyen fáradtan megyek, és akkor pluszba még leterhel egy ilyen hülyeség, hogy,
hogy ez a vonatos jelenet, tehát akkor néha azt gondolom, hogy jaj, talán jobb is így, hogy nincs még plusz mindenféle extra feladatom, mert nagyon nehezen viselném, hogyha ilyen fáradtan hazafelé tartva még mellettem lenne valaki, aki folyamatosan morog valamiért, vagy nyávog valamiért, vagy nyekereg, vagy nem tudom. Tehát én most felnőttekre gondolok egyébként. Nem arra gondolok, mikor gyerekekkel megyünk hazafelé, és a gyerek fáradt, hanem arra gondolok, hogy én nem bírnám elviselni még egyszer, hogy egy felnőtt ember mellettem hát ilyen fárasztó legyen. Én igyekszem nem fárasztó lenni, és akkor én ezt így viszont szeretném kapni. Olyan szép ez a lakótelep. Olyan szép itt kaszásdűlő lakótelepről, ahogy így kijövünk. Itt látjuk a hármas határhegy vonulatát. Na szóval egy ilyen séta, az nekem kevésbé fárasztó, mint hogyha most még jönne valaki, akivel egyezkedni kell, hogy ki hol ül a nem névre szóró helyeken. Meg ilyenek. Jaj, Istenem! Komolyan, annyira megértem a remetéket, meg azokat az embereket, akik így kivonulnak a civilizációból. Mert olyan sok ilyen szituáció van, ami annyira leterheli az embert, és hálát adok a jó Istennek, hogy ezek nem fordulnak elő velem minden nap, meg naponta többször, mert az borzasztó lehet. Tehát én most itt szépen elmegyek a villamosig, utána hazamegyek, és pihenhetek, de lehet, hogy ez a morgós pároscska hazamegy, és még estig hegedülnek egymás idegein, esetleg elmeszélik még 50 embernek, hogy jaj, képzeljétek, egy négyes helyen pont oda akart ülni valaki, ahova én helyet foglaltam a szívem virágának. Jaj, az élet nagy katasztrófái. Na mindegy. Jaj, de klassz! Hát, milyen kellemes pára van, és jó illat. És itt vizes a föld. Ez itt a Huszti út. Azért is szálltam le a Aquincumnál, mert éreztem, hogy a klímától tüsszögni kezdtem. Szóval nem tudom pontosan, hogy a klímától-e, de valami így irritált az orromat, és jobb volt kiszállni. És azért nagyon jó itt menni haza, és nem a 4-es-6-os villamoson a városból. De ez most egy ilyen teljesen spontán gondolat volt, hogy mégsem megyek be a városba. Túl sok volt már az ember mára. Nagyon aranyos volt mindenki, nagyon érdekes volt, de nagyon tele volt a strand, nagyon tele volt a vonat, és ilyenkor sokkal jobb, mikor lehet egy kicsit gurú.
Mondjam. Jaj, most itt volt egy olyan szitu, ami néha előfordul, hogy így izmoznak az autók, és megállok az átkelő előtt, tehát a zebra előtt jóval megállok, mert látom, hogy jön az autó, és jelzem neki, hogy átengedem. Tehát, hogy nehogy stresszbe legyen, mert a rolleres ott elépofátlankodik, vagy a gyalogos. És akkor képesek megállni, és kézzelgyintéssel jelezni nekem, hogy induljak el. Holott már megálltam. És ezt nem tudom, hogy gondolják, tehát ők azt gondolják, hogy én egy ilyen kis bábú vagyok, akit ők irányíthatnak, hogyha én látom, hogy ő jön a kocsival, és jár a motorja, és én megállok, akkor ő vegye tudomásul, hogy akkor haladjon el. Tehát nem kell erőszakosan udvariaskodni, mert ez már nem udvariaskodás, amikor megáll a gyalogos, vagy a biciklis, vagy a rolleres, és áll, és várja, hogy elmenjen az autós, és akkor az autójából, mint valami karmester integet, hogy akkor tessék mozdulni. Tehát én, ha már úgy döntöttem, hogy megállok és átengedem, akkor nem kell velem így ilyen hatalmi játékot csinálni, hogy na, ki mozdítja meg a másikat. Ő eleve mozgásban volt, én megálltam, akkor haladjon. Nagyon fura ez. És most is az volt, hogy a nő, aki jött egy ilyen szállítóval, ilyen kis teherautóval, látta, hogy én megálltam, és azt is látta valószínűleg, hogy felvételt készítek, mert úgy tartom a telefont. És ott integetett a kocsiba nem tudom hányat. Én nem tartom ezt jónak. Nem egy kedves emberi gesztus, amikor ezt csinálják. Miért nem lehet elfogadni, hogy attól, mert én nem egy kocsiban ülök, és nem véd engem karosszéria, attól én még eldönthetem, hogy mikor mozdulok. Itt látható a hármas határ egy tévétorony. Na most itt átjöttem a sportpályák mellett. Itt vannak ezek a nagy kollégium épületek. Hú! És itt van előttünk a hegy. Most már olyan közelinek tűnik. És itt van mögöttem a Kalap utca. Ezt így kivételesen tudom, hogy ez a Kalap utca. Jó, nem kivételesen, a többit is tudom. De már amelyiket. De a Kalap utcát azért tudom, mert ide jártunk focizni. De nem sokáig. Na, mutatom, milyen szép a hegy előttünk. Kiértem a Kuningunda útjára, szemben van egy gyártelep. És itt ez a kollégium, ami régen úgy tudom munkásszálló volt. Na, és itt a Fehéregyházi út. Olyan jó, mikor nem jönnek az autók itt.
Hú, hát most itt a Góbi utca sarkán búcsúzom, mert jobb két kézzel fogni a rollert, és nagyon elfáradtam, de örülök, hogy megmutathattam ezt a környéket. Ez itt végig a Fehéregyházi út. Úgyhogy jobb rollerezni, mint tömegközlekedni, mert amikor rollerrel megy az ember, akkor maximum frusztrált autósokkal találkozhat, és nem kell a négyes helyre leülni ideges emberekkel. Na jól van, sziasztok, minden jót!